Volt bizony nagy élet azon a cirka egy hektáron, ahol az UFC-s családi nap zajlott. Volt láptenisz, műhüves foci, tagball, és ki lehetett próbálni a hagyományos foci mellett az idehaza új sportágnak számító futbiliárdot, éppen az itt Szekszárdon az országban első között elkészült kispálya. Nekünk ez prioritás. Jelenleg én nem látom se a társadalmi, se a pénzügyi bázisát annak, hogy ez másképpen tudjon működni. Nekünk nem arról kell beszélni per pillanat, hogy lesz-e másodosztályú csapat Szekszárdon, hanem azt gondolom, annak kell Szekszárdon működni, legyen egy nagyon jó NB3-as csapat rengeteg hazai nevelésű játékossal, és legyen egy nagyon-nagyon jó utánpótlás bázisunk, hogy ne forduljon meg a bonyhádi gyerek fejében, hogy ő Pécsre vagy Szekszárdra akar menni, sőt, még azt mondom, hogy a Pakshoz közeli településeken is ne a Paksot válasszák, hanem a Szekszárd UFC-t válasszák. Igaz, hogy a jelenlegi felnőtt csapat éppen, hogy bent tudott maradni az NB3 középcsoportjába, ami nem éppen fényes eredmény, és ezen javítani kell, értett egyet ezzel az értékítélettel az elnök. De az irány szerinte jó. A mai UFC 80%-át ugyanis saját nevelésű vagy innét induló játékosok alkotják, ami a mai magyar futballvalóságban bizony érték, UFC-s identitás. Az egyedüliek vagyunk a harmadosztályú klubok közül, akik ilyen létszámban használják a saját utánpótlásukból kijövő tehetségeket. Tehát a csapatunk 80%-át azt gondolom kimondható, hogy a szekszárdi UFC-ben nevelkedett játékosok alkotják. Az Ovis focitól, az U8-tól az U19-en át egészen a felnőtt csapatig, a férfi és a női futzálig bezárulak, több mint fél ezeren fociznak az UFC-ben. Az egyes korosztályos bajnokságban jól szereplők közül az U15-ös fiúcsapat került reflektorfénybe a nagypályán és a futzálban elért országos bronzérmével. Én már 7 vagy 8 évvel ezelőtt foglalkoztam az Ovisokkal, akkor már tetszett ez a szakma, és akkor így arra jutottunk, hogy akkor itt az egyesületbe kapok egy csapatot, és akkor tudom ezt az edzői pályát csinálni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó társaság jött össze, a srácok szerintem hallgattak rám mindenbe, ez nagyon fontos volt, meg próbáltam azt a mentalitást a csapatommal játszatni, meg azt létrehozni, amit én képviselek. Én úgy gondolom, hogy a játék sok elemébe fejlődött a csapatom, próbáltunk rámenni inkább a passztechnikai gyakorlatokra, az erőlétre is azért próbáltunk rámenni, de inkább a technikai dolgokat erőltettem. Visszatérve egy gondolat erejéig még a felnőtt csapathoz, Kárpáti Zoltán kérdésünkre megjegyezte. Ahhoz, hogy utolérjék az NB3-as élmezőnyt, bizony külön támogató bevonása kellene. Mint újra választott elnöknek és egyben vállalkozónak is, ennek megtalálása folyamatosan az egyik fő feladata.